Austrál Express. Szereplő: Maggie Scott, Lewis Carr Clark, Orosz Helga. Jack Taylor, Rod Mulliner, Vas Gábor. Kate Wallace, Liz Birch, Kocsis Marian. Paddy Malone, Michael Caton, Revicki Gábor. Hannah Scott, Priscilla Weems, Csondor Kata. Sam, Martin Louise, Benedikti Marcel. Ben Jones, Gus Mercurio, Kun Vilmos. Cohn Madigan, Jay Kerr, Benkő Péter. A nagy meccs. Írta Sarah Crawford. Rendezte Kevin Dobson. Túl elegáns nekem, mi? Ha? Gyere, mozog, rád várunk. Jó, jó, ne sürgess. Mindjárt indulunk, hölgyeim és uraim, már csak ketten jönnek. Igyekezzetek. Jó, jó, jó. Nem viszmogjatok, mozogjatok már. Jack, mikor tárgyal a kormány megbizottjával? Charlie Withers azt mondta, hogy hétfőn korán reggel. Asszonyom. Gyanúsan sok időt szánnak a felkészülésre. Kidolgoztuk a stratégiánkat. A postaszerződés létfontosságú számunkra. Hát Ben és Paddy. Ők segítenek, támogatnak. Úgy van. Igen. Gyerünk, cimbora, mire várunk? Indulás, ne totoljál. Ne! Hadd lássuk, hogy felejtettél. Hajtad. Viszontlátásra, hölgyek! Segítség, támogatás, postaszerződés. Egyszerűen ki akarnak rúgni a hámból. Odaviszitek! Jó napot! Jó napot! Hát másszak ki! Állj, a végre! Jaj! Istenért, Sam, ez rengeteg munka. Minden nap sokat kell dolgoznom, mert sose készülünk el. Ez két felnőttnek is éppen elég. Hát még egy kis fiúnak. Van még egy olyan? Mindjárt keresek egyet. Jó, akkor segítek, fiam. Higgyel neki. Medigen úr. Medigen úr. A Withers úr. Szeretném bemutatni néhány ismerősöknek. Hát most éppen a hölgy... De a szerződésről van szó. Bemutatom Bostock úrnak, a kormány megbízottjának és bájos hitvesének, Murielnek. Cohn Madigan úr az Austrál Express-től. Örvendek a szerencsének. Ha jól tudom, hétfőn megköthetjük a megállapodást. Nem biztos. Bostock úrnak van egy problémája. Igen? Még valaki jelentkezett, Madigan úr. Ketten pályáznak a szerződésre. Nem helybéli lakós, na és sem kezdő a szakmában. Értem. Okolian nehéz lesz meghozni a döntést. Nem igaz, Reg? Jack. Lapot. Ez nekem sok. Maga tesz. Van egy kis apród, ugye, Cohn? Nincs, de rossz hírem az van. Micsoda? Nem csak mi pályázunk a posta szerződésre. Viccesz, mi? Nem, és az illető nem kezdő a szakmában. Az nem lehet, a városban egy postakocsi sincs. Nem ide valósi a fickó. Úgy látszik, hogy ma minden tekintetben rossz napjuk van, igaz?
Na, osszon újra. Csak jöjjenek haza, megmondom a véleményemet, mit képzelnek? Én itt végzem a dolgomat, ők pedig a városban. Azt te csak hiszed, fiacskám. Mérget vehetsz rá, hogy most nem a szerződés jár az eszükben. De mi egész jól haladunk. Igen. Na gyere. Gondolja Harold, hogy csak blöffel? Igen? Tőle hiába kérni. A bőrcserzéshez ért, viszont a kártyához nem. Ami meg a posta szerződést illeti, harcolni is lehet érte. Milyen harcra gondol? Boxra. Szemtől szemben. Férfiasan. Nem teszek. Osszon újra. De a kormány megbízott úgy sem egyezne bele, hogy így döntsük el. Még szerencse. Hányszor mondjam még, fiúk? Én is tanultam boxolni. Rég elfelejtettél. Ne haragudjon, kérem, ezek az urak keresik. Örülök, hogy újra találkozunk, Reg. Előbb, mint gondoltam. Most igen! Nem kell kivásznia. Így is beszélgethetünk. Jó nézünk ki. Régi barátok. Miben segíthetek, boss? A posta szerződésről van szó. Hogy? Port Nelson és Vilga között. Egyeseknek nincs innyire a verseny. A királyi postával kötendő szerződését mindig verseny folyik. Van egy javaslatunk. Boxmeccs dönts el a szerződés sorsát. Beleegyezik? Valóban így van, Madigan, ugye? Igen, uram. Pontosan. Tud boxolni, Madigan? Igen. Tudok. Akkor beleegyezem. Szívesen. Izgalmas mérkőzés lesz. Most igazán kellemes meglepetést szereztek. Rendben van. Akkor addig nincs is más tárgyalnivalónk, ugye? Helyes fiú. Vigyázzon magára. A ringben nem leszek helyes. De aztán tisztességes küzdelem legyen. Csaltam Gilgendrében vagy Barebiban? Nem, tudtommal nem. És én győztem, nem igaz? Igen. Nincs miért aggódni. Nem lesz boxoló, ha az alapállást sem ismered. Kezdjük az elejéről, az alapoknál. Erőjük eszembe. Kifejezi majd a második kocsi ülései. Ti egész nap edzetek, én egyedül nem tudok csodát művelni. Harold Ashley, a ti már, akivel kártyáztunk. Ért vajon a kárpitozáshoz? Jaj! Oh, na, hop-hop. Freddy, bőrrel dolgozik, hasonló a szakmája. Valószínűleg olcsón megkapjuk, igaz? Igaz. Heti 2 font, ez közönséges rablás. Ne alkudozzon, Taylor, itt is annyit keresek. Ha azt akarja, hogy menjek Five Mile Creekbe, fizesse is meg ugyanazt a bért. Na igen, de a heti rendben két... van. 10-kor indulunk Port Nelsonból. Az ördögbe is. Nyilván úgyis elkártyázza az egészet. Igyekezzen. Szép napunk van. Hogy vagytok, gyerekek? Ne haragudjon, hogy elvisszük a férjét, de a másik kocsival is el kell készülnünk. A postaszerződés. Igen, igen. Hallott róla? Hallottam, hogy kiáll Bóz Dignel. Igen, asszonyom, pontosan így van. Ő hivatásos boxoló. Hogy mondta? Híres az ütéseiről. Mi a manó? Hát...
Köszönöm, hogy figyelmeztetett. Azt szeretném, ha tisztességes küzdelem lenne, Madigan úr. Lekötelez, kedves asszonyom. Hé! Hey! El se búcsúzik a feleségétől? Ugyan minek az? Viszontlátásra. Ügyelj rá, hogy a második kocsi ne készüljön el. A főnök hálás lesz. Oké. Okay. És ez még csak az előleg. Azt üzenem, hogy ne aggódjon. Most tűnjetek el. Na végre, Ashley. Attól féltünk el lesz. Nem én. Azt hiszi, ennyire ráérünk. Gyerünk, Con! Csapd a lovak közé! Ne! Csillag, ne! Ne! Bánik így az asszonnyal, mi? Há? Azt hiszi, attól férfiasabb lesz, ha így viselkedik a feleségével? Miért kéne elkényeztetni? Ügyes asszony, ne féltse. Igen, ezt látni rajta. De persze, és a gyerekek is, de azért... Nézze, a munkámhoz értek, öregem. Megcsinálom a kárpitot az új kocsiukon. Ezzel törődjön, ne a családommal. Az asszonyok is segíthetnek, nem? Erre nem számítanék. Szükségünk lesz rájuk, Jack. Connak sokat kell híznia, a kezét sós vízben kell keményíteni. És hol az ördögben fog edzeni? Ben, vigyázz, egy kukkot se szólja a boxmeccsről senkinek. Különben azonnal elszabadul a pokol. Ismerem a hölgyeket. Majd az istállóban edzünk, vagy az úton, de teljes titokban. De a hízáshoz több ennivaló is kell, Jack. Erről majd pedig gondoskodik, ne izgulj, Ben. Ajjajjaj! És még valami baj van. Mi az? Mi történt? Azt hiszem, elveszítettük. Hó! 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 Micsoda? Már is hazajöttek? Készüljünk fel a legrosszabbra. Halljuk, mi történt. Ha? Megkötötték a szerződést? Hát, majdnem. Majdnem? Hát ez meg mit jelent? Amikor elkészülünk a kocsival, aláírják a szerződést. Ezért hoztuk őt magunkkal. Harold Ashley. Négyen nem lennének elegen a munkához? Na és Sam? Igen, Sam. Hát, más elintézni valónk is van. Üzleti ügyek. Gyerünk, emberek! Ez az! Rajta ne sajnáld! Nagy vagy! Üss! Nyomás, bajnok! Azon fürgén! Emeld a térdet, bajnok! Ez pedig ugyanúgy, mint a másikat. Gyerünk, mindent belep, keményen! Ah!
Rejtély, hogy hova tudjuk. Egyszerűen nem értem. Azt hiszem, én rájöttem a nyitjára. Jó napot, kisasz. Ez az, remek. Jó. Napok óta töröm a fejemet, hogy mi folyik itt. Most ki fogom deríteni. Nincs semmi, kisasszony, semmi különös. Semmi, a csodákat. Jó napot, mi a baj, hölgyeim? Nyissa ki az ajtót. Nézze, két, meglepetést szeretnénk. Az új kocsit készen nézzék csak meg. Hadd fejezzük be. Ne kíváncsiskodjanak. Nyissa ki az ajtót, Jack. Nem hallottam, mit mondott két? Ez az. Hogy Isten! Még soha életemben nem hallottam ilyen gyerekes dolgot. Mindent megtesznek, hogy megmutassák, milyen tapasztalt, megfontolt üzletemberek, és tessék, mi történik? Már egyetlen virgában töltött éjszaka után vérszomjasan térnek haza. Miért szeretik úgy a férfiak az erőszakot? A harcot nem bízunk hölgyekre. Nem lenne úriemberre bízni, igaz? Nekem az a véleményem, hogy teljes értelmetlenség verekedni. Ez sohasem lehet megoldás. Sajnos ellent kell mondanom. Persze, nyilvánvaló. Bennem viszont csodálkozom. Azt hittem, több esze van annál, mint hogy Kont erre biztassa. Jó, az asszonyok csak beszéljenek, mi férfiak verekszünk. Blabla. Világos. Köszönöm, Ben. Con és Jack reggel bevisz Portnelsonba, és én majd rendbe hozom, amit maguk elrontottak. Ezt nem mondja komolyan. De igen, nagyon is. Halálosan komolyan. Amikor reggel elindul a kocsi, benne fogok ülni. Tudomásom van a küszöbön álló mérkőzésről, Scott asszony. A városban már tetőpontjára hágott az izgalom. Egyre másra kötik nálam a fogadásokat, hölgyem. Ezt úgy értsem, Vidős úr, hogy maga, mint bookmaker, szerepet vállal? Azt gondoltam, ilyen jó alkalmat vétetlenne kihagyni. Na hát! Fogadásokat kötnek? Tippelnek, hogy ki fog győzni. Bostock asszony, a kormány megbízott felesége, már is igen tetemes összeggel fogadott Madigan úrra. El sem mondhatom, mennyire csalódta magában, Vidős úr. Tanult ember létére. Hát, mi más tehettem volna ebben a helyzetben, kérem? Talán nincs meg az Ausztrál Express mérlege? A revíziók eredménye? Dehogy nincs. Rendben van, mint eddig. Nem gondolja, hogy Kon testépségének kockáztatása helyett esetleg valami szelídebb módszert választhatna? Ön kitűnően tárgyal. Felsorolna a mellettünk szóló üzleti jellegű érveket. Attól tartok, Scott asszony, ez sokkal nehezebb lenne, mint ön képzeli. Vidors barátom! Minden úgy megy, mint a karikacsapás. A résztvevők büszkék lehetnek ránk. Azokat a hordokat is felhasználhatjuk ülőhelynek. Tetszik? Scott asszony, Bostock úr, a hölgynek vannak bizonyos fenntartásai a meccsel kapcsolatban. Milyen kapcsolatban áll a résztvevőkkel? Üzlettársak vagyunk. A Five Mile fogadóban dolgozom. De hát csak jól jár, ha kedvezően alakul az eredmény a magunk számára. Na igen. És ha nem? Akkor nem. A mindenit. Esküdni mertem volna, hogy itt hagytam. Ashley úr. Már napok óta itt van köztünk, de az idejét azzal tölti, hogy körülöttem ólálkodik, ahelyett, hogy dolgozna. Észrevette? Azt is észrevettem, mennyire megfizetik a szaktudását, ha ezt annak lehet nevezni. Szerintem egy penit sem ér. A férfiak nem panaszkodtak. Teljesen leköti őket a felkészülés, csak a szerződéssel törődnek. Na és? Mit csinálja a kisasszony? Dolgozzon! Kond majd megszakadt kinyában. Úgy edz, mint egy megszállott. Maga is rendesen dolgozzon, úgy, mint mi. Maga aztán harcias kis pipi. Hogy mer bizalmaskodni? Hadd találom meg azt a híres Boss Diggert.
Ha szabad tanácsolnom, asszonyom, jobban tenné, ha a közelébe sem menne annak az embernek. Miért? Meglehetősen sötét halak. Nem beszélve arról, kérem, hogy a fürdőházban edz, és nők oda nem léphetnek be. Viszontlátásra, Vigyors úr. Na hát, egy asszony lépett be a fürdőházba, ilyen még nem fordult elő soha. Na hát! Dignúr! Elnézést! Maga Dignúr? És ha az vagyok? Egy barátom Kohn Medigen ellen boxol. Azt szeretném, ha erre nem kerülne sor. Kérem, lépjen vissza. Okosabban is el lehetne dönteni a szerződést. Tűnési ne jön ki. Tessék, mit mondott? Mit képzel ki maga? Azt hiszi, hogy holmi jött-ment Jenki asszony beleszólhat a férfiak dolgába? Azt ajánlom, tűnjön el, kisanyám, mielőtt a képére mászok. És még valami. Azt üzenem a texasi barátjának, hogy agyonítem. Egyszerűen besétált az a kalapos hölgy, mindenkinek elállt a szava. Hogy jutott eszébe? Na hát, asszonyoknak, hogy semmi keresni valójuk. Mondják meg neki, a vendégeim megbotránkoztak. Nos? Ha egy kicsit is múlik rajtam, ez a Digne nem kaparintja meg a szerződést. Mi történt? Kölcsönös hadüzenet. Képzelje, ez történt. Nem léphet akármiben a ringbe. Megi! Rajta lesznek a csillagok, a sávok, minden, ami kell. Olyasféle, mint Harold Ashley? Rosszabb. Sokkal rosszabb, mint Harold. Rémesebb alakot el se lehetne képzelni. Arcátlan fráter! Le kellett volna egyet kevernem neki. Komolyan! Bum, 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 bum. Jól van, bajnok, ez az remek! Gyerünk, gyerünk, mindenfele! Ez az fiú! 62, 63, 64, rajta. Gondnak legalább háromszor kell naponta marha pecsenye, hogy tovább erősödjön. Nem is képzeled, milyen keményen edz. De megéri, mert ő fog győzni. Gyerünk, bajnok, fürgé, fürgé, mozogjon a lábad! Gondolod, hogy ő fog győzni? Sikerülni fog, Kohn. Sikerülni fog, bajnok. Ne lankadj szikora. Ez az, bajnok. Csak keményen tarts ki, rajta, rajta, ez az, rajta. Mozogjon a lábad, fürdjél, remek, bajnok. Figyelj a lábmunkára. Jól van, bajnok. Most még keményebben, még keményebben. Ez az, bajnok. Na, még jobban, keményen. Vizet bele, ne állj meg, rajta. Rajta. Jól van, senkit sem ismerek, aki ezt utánad bírná csinálni. Fantasztikus volt. Fantasztikus. Na, gyere, bajnok, most hazamegyünk. Várj, 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 a zsák, bajnok, holnap is szükségünk lesz rá, csak egy pár mérföld vedd föl, rajta gyorsan, gyerünk, bajnok, gyerünk, gyerünk, fantasztikus, nagy vagy, igazi győztes. Ha nem kapják meg a szerződést, mindannyian tönkre megyünk. Lassan fogytán a bőr. Sokkal nagyobb munka, mint amiről szó volt. Úgy látom, rossz vásárt csináltunk magával, Ashley. Bőven van bőr, nyugodtan dolgozhat. Mire vár hát? Jó munkát akar? Jó munkához idő kell. Ugyan, ne nézem bolondnak, Ashley.
nem hiányzik, Peti? Szentséges Isten! Hol találtad? Néhány perce egyszerűen eltűnt. Igazán? Ashley, Kate szerint nem dolgozik rendesen. Csak ugyan. Nem úgy halad a munka, ahogy kéne. Az előbb megmagyaráztam, hogy miért. Remélem, nem az a szándéka, hogy hátráltasson bennünket. Há, miért tenném? Nem tudom. De azt ajánlom, nagyon vigyázzon magára. Különben? Kár a sok szóért, Ashley. Dolgozzon rendesen. Te a szünet. Jó, mozgás! Mindent bele, bajnok! Ez az! Jó, bajnok! Teljes erőből megnáj, bajnok! Lepi egy bajnok, ami belefér rajta, bajnok! Rajta! Van benne egy kis melegvíz, Kon? Óriási. Köszönöm, Peti. Ha így folytatod, biztos, hogy győzöl. Biztos. Győzünk. Győzünk. Nem cserélünk helyet? Nem. Gyerünk, bajnok! Alattaj! Azokjon a lábad! Frissen, fürgén! Magasra tészedet! Futás! 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 Nem néz ki meg, bár a csillagokból sok van egy kicsit. A csillagokról hallani se akarok, két. Hogy ünnepeled meg, ha győzöl? Mi az, hogy ha? Igen, igen. Örülhetsz, ebben az öltözékben a ringig eljutsz. Ilyen szépet még nem látott a város. Jó utat, Vilgába. Vigyázzanak a bajnokunkra. Az utolsó utam a nagy nap előtt. Felkészülünk. Vigyázzanak magukra. Rajta! Így! Így! Nem tudom, te mit érzel, de én szörnyen ideges vagyok. Megnézem, mit vegyek fel holnap. Na hát, ez a legfőbb gondod. Nem, csak nem akarom, hogy látszom, hogy mennyire félek. Most nem pihennék a maga helyében. Már csak egy napja maradt. Ez az bajnok! Rajta bajnok! Mozog bajnok! Frissen, fürgén! Gyerünk, ki kell bírnod már ebben sokáig! Rajta! Rajta! Szenved is tudni kell! Nyomás bajnok! Keményen! Jaj, óriási vagy, mondok valamit, ez a fiú kés csoda, 1000 mustángereje szorult bele. Hogy biztos, hogy győzni fog? Majd meglátjuk. Nem maradok alul, igaz? Igaz, két? Kaphatnék valamit enni? Az étvágya is olyan, mint 1000 mustángé. Na jöjjön. Ashley. Na, gyere, kislány. Hagyjon! Elég a játékból. Hagyjon békén, Ashley! Ashley! Tűnjön el innen! Kacodjon! Maradjon kint! Minden rendben? Igen, jól vagyok. Biztos? Főleg, ha még le is ülhetek. Hm.
Hát persze, sejtettem. Hova megy? Mi olyan sürgős? Nem használta sok figyelmeztetés? Én megpróbáltam, de nem! Te piszkos gyáva kutya! A feleséged azt mondta, tisztességes küzdelmet szeretne látni, de te nem tudod, hogy mit jelent az! Pióca vagy! Vérszopó pióca, mindenkiből kiszívnád a fért, azt sem érdemled, hogy leköpjenek, te mocskos disznó! Én attól féltem, meg akar ölni! Bár megtettem volna. Mi történt, emberek? Eslit felbérelték, hogy szabotálja a tervünket. Sajnos alapos munkát végzett. Igazán? A ijaszt az ember! Megölöm! Nyugalom, Csak! Ne őrülj meg! Hagyd őt békén! Másra kell az energiád, ne pazarold rá! Mi a fenét jelent ez? Hallgass ide, Jack! Jól figyelj rám! Holnap neked kell ringbe szállnod, és laposra kell verned ezt az átkozott Dignet! Én nem tehetem. De muszáj, Jack. Össze kell tartanunk. Én nem állhatok ki. Semmi esélyem a győzelemre. Nincs más választásod. Te vagy az egyetlen reményünk. Rendben van. Ha így van, jöjjön, aminek jönnie kell. De maga ne kerüljön a kezem ügyébe, Ashley, vigyázzon, mert a napjai meg vannak számlálva. Lehet, de igazán mulatságos, ahogy itt szenved. Meglátod, a ringben nem lesz mulatságos. Gyerünk, Jack! Hallottad, amit mondott? Fel a térdet, ne lazsálj! Fogd be a szádat, Jacky! Gyerünk! Gyerünk! Hagyjon békén, jó? Lehet, hogy csapdába sétáltunk, Ben. Örülhetünk, ha Jack élve megúszza. Hát nem mondasz újat. Tudja, valószínűleg úgysem edigen győzött volna. Nem érti az egészet, igaz? A vadonban is van becsületkódex. Aféle íratlan törvény. Mindenki önmagáért. De ha egy társunk bajba kerül, akkor mindenki ő érte. Mi így élünk. Közösen. Együtt, jóban, rosszban. Mind halálig összetartva. Elképzelhető, hogy olykor ügyetlennek látszunk. Sőt, még ostobának is. De mindent megteszünk egymás érdekében. Így végül is mindenki jól jár.
Magával az a baj, hogy nincsenek elvei, nem ismeri a tisztességet. Itt van a holmia. Veszem fel azt a vacakot. Nincs más választása. Szerencsére magának is jó. Nem vagyok hajlandó felvenni. Ugyan már, Jack, senkinek se tűnik fel. Micsoda? Mit gondol, kik ülnek ott az Istenért? Süketek, vakok, némák, nem veszem fel semmi pénzért. De igen. Nem veszem fel. De igen, Jack. Nem, nem, nem és nem. De fölveszi. Az Ausztrált még fölvenni, de azt nem. De fölveszi. Csak szerencsét, Boszti! Erics hazajön ki! Tűnés hazajön ki! Következő zeneszel! Nyugodj meg! Majd meglátod! Igen, vár is, parancsoljon! Türelem! Kérem, ne türelmetlenkedjen! Mindenki sorra kerül és visszaér a küzdelem kezdetéig. Na, ki következik? Na, gyere, te hős, gyere, gyere szép. Úgy jó. Erődjenek már! Gyerünk, gyerünk! Na. Adják meg kis állat! Jól van, jól van! Jól van, na! Ne röhögj! Menj már innen! Gyere, indulszak úgy így! Nyugodj meg, Jack! Győzöm! Győzni fogsz! Jó. Mi az a húgod gatyáját vetted föl? Húzzunk magában, Jack. Hoppá! Magának kell győznie, vigyázzon! Középre, uraim! Majdnem olyan pocsékú néz ki, mint én. Üsd ki! Tisztességes küzdelem legyen a szokásos szabályokkal. Tilos felni, alapni, szemet nyomni, összetörni azt az undorító képedet. Ha valaki sem ismer, a földre kerül, számolunk. Olyan és vagy, ha nem áll idejével a kezdővonalra, véget vetek a mérkőzésnek. Gyáva kutyák, álljanak a vonalra, uraim! Elbúcsúztál rokonaitól, Taylor. A húgocskádnak majd gondját viselem, ne izgulj. Jó, azt mondtam, hogy álljanak középre! Középre, uraim! Gyerünk, Jack! A vonalra! Mozog, Jack, mozog! Vigyázzon, Jack! Ez nem mondta
Kelljen föl! Kobra, ejtem fel! Csillagy össze! Hagyj össze! Adja a békén! Adja a békén! Elmegyek, Harold. Ilyen emberrel nem élek tovább. Velejéig romlott, züllött alak vagy. Senki sem halt meg, csontok sem törtek. Büszke vagyok rád, Jack. Hé, adj valamit inni. Mit kérsz, bajnok? Mindegy. Csak jó sok legyen. A végén még boxolót faragunk belőled. Előbb le kell szoktatni az italról. Hagyjatok békén. Az a szörnyű alak éppen a legrosszabbkor lépett el. Bocsásson meg, Withers úr, kérem. Nem haragszom, Scott asszony. Rémes hiba. Rémes. Tekintettel a rendkívüli helyzetre talán megtenni, hogy ide hozza a könyveim. Természetesen. Ez a legkevesebb, Withers úr. Boldoggá tett a küzdelem végkimenetele, Madigan úr. Kérem, Muriel, szólítson Connnak. Ó, aranyos ember. Bizonyára tudja, hogy én magukra fogadtam. Nem, igazán. Nem hiszem, hogy bármi kétség fűződik az eredményhez. Az Austral Express fényes diadalt aratott. Így Muriel Bostock is újra győzött. Igen, szegény Withers úr éppen most küldött be a könyvejét, hogy megkaphassa a nyereményét. Szép az élet. Milyen kedves fiú. Maguk vidékiek elragadó emberek. Withers úr, idehoztam egy rajongóját. Örülök, hogy látom, asszonyom. Gondolom már kihirdette a győzelmemet, Withers úr, ugye? Igazán? Még mielőtt hazamegyek, fölvenném a pénzt.
Bemutatom, hölgyeim és uraim, az Austral Express büszkeségét, a második kocsinkat, a hágók leggyorsabb, legmegbízhatóbb remeke. A neve Charlie Withers. Ó, hát ez igazán túlzás. Ó, hát ezt nem kellett volna. A kocsikat nőkről szokták elnevezni. Hallgass, Muriel. Reg. Hivatalosan bejelentem, hogy az Austral Express nyert el az új dél-velszi királyi posta szerződést. Sok szerencsét ennek a remek társaságnak! Éjjel a győztes! Jól van, fiú, ezt neked köszönhetjük! Jól van! Szeretnék egy kis ajándékot átadni. Ez a te munkádért jár. Remekül dolgoztál. Úgy vélem, ez az összeg nálam lenne a legjobb helyen. Bankunk segítségével megalapozhatod a jövőt. Hát, ez micsoda. Hát, de Withers úr. Gyerektől elvenni. De Charlie, a józan ész ezt diktálja. A fiú egyszer még hálás lesz érte. Döntsön egy boxmérkőzés. Fényképezte Kellen Lynn, zene Bruce Smith, magyar szöveg Gonda Miklós, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Mihály Falvi Mihály, vágó Kern Mária, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül.